Köszöntöm kedves nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják. Színes programokkal várták a vendégeket a Zsúri Fesztiválon ebben az esztendőben is. A 11. alkalommal megrendezett eseménynek a Zsúri Gyógyi Strandfürdő adott otthont július 8-a és 10-e között. A nagy hagyományokra visszatekintő fesztivál programja színes, vidám bohóc műsorral kezdődött péntek délután. Ezt követően Szabó Ádám harmonikás produkcióját tekinthették meg a fürdő látogatói, majd a Mezőkövesdi Hangstúdió Egyesület zenés műsora jelentett kellemes és tartalmas kikapcsolódást. A Zsúri Fesztivál színes eseményei fúvós zenekarok és mazsorett csoportok bemutatójával folytatódott szombat délelőtt. A látványos zenés és táncos előadások után a Tekergő Bábszínház vidám előadásán szórakozhattak a vendégek, majd a Royal Dance School produkciója csábította a színpad elé a fürdőzőket. A Monique Shanti és a Holtfény asszonyai tánccsoport hastánc műsora ugyancsak nagy sikert aratott. A táncprodukció után az elmúlt évtizedek egyik legismertebb könnyűzenei előadója, Sípos F. Tamás több mint fél órás előadását hallgathatták meg a fürdő látogatói. Az énekes zenei pályafutása két nagy részre osztható. Az első az az egzotikus korszak egyértelműen, azon belül pedig nyilvánvaló, hogy a trabantos lemezfém jelzi a legeredményesebb működési fázist. És hát aztán szólista lettem 93-tól, és ott szintén a második lemez kiemelhető példány számilag meg sikerterén a Nincs Baj Billy nevezetű. Az elmúlt években én legalábbis meglehetősen keveset hallottam rólad. Mi az, amivel foglalatos korsz koncertek? Jöttek-e ki esetleg új lemezek? Hát új lemezeket nem csináltam, igazság szerint 2000 óta nem csináltam új lemezt. Nem, mintha nem éreznék késztetést, de igazság szerint az ember már, amikor meglett korba érkezik, akkor nem rohan fejjel a falnak. Tehát igazság szerint úgy szeretném ezt intézni, hogy amikor látom, hogy a szerencsés csillagzat megint összeáll számomra, akkor begyújtani a rakétákat. Addig pedig hát nyilvánvaló, hogy az ember előéletének azért megvan az a fellépés mennyiség vonzata, ami évről évre teljesítendő. Úgyhogy végül is unatkozni nem unatkozom, hála Istennek, meg csináltam egy hobbi zenekart is, illetőleg az Exotikkal is azért viszonylag aktívan nyomulunk. A mai fesztiválon, az Zsúri Fesztiválon milyen repertoárral készülsz a közönségnek? Hát a legismertebb dalaimat szedtem csokorba, úgyhogy igazság szerint ez a bő fél óra, amit nyújtani fogok. Hogyha minden igaz, akkor ismert slágerekkel lesz megspékelve. Hát a buli van a szabad strandon, tehát ez egyértelműen, én azt hiszem egy kicsit, hogyha szerte szétnézünk itt, akkor aktuális. És hála Istennek most már az időjárás is kedvező, nem úgy, mint az elmúlt hetekben, úgyhogy én remélem, hogy nagyon kellemes látványban lesz részem a színpadról, és viszont. Az énekművész kívánsága teljesült, hiszen a nagy hőség és a tűző napsütés ellenére szép számban vették körül a színpadot lelkes rajongók, akik együtt énekelték a slágereket a népszerű énekessel. Télben ott állt a bérház előtt, néhány autó vagy 45. Elindult a nagy kocsi karaván, a gárda cél, azt mondtam lazán, senki nem tudta becsapni magát, de mindenki hozott fürdőruhát. Úgy van a parton, a szabad strandon, velünk együtt tombol a nyár, húj a vízben és fenn a stégen, szájbete is egy neked is jár. Sípos F. Tamás a közönség fiatal, bátor és lelkes tagjait aktívan is bevonta a produkcióba. A könnyed nyárias hangulatú műsor után a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagjai vették birtokba a színpadot, akik ismert musical slágerekből összeállított csokorral kedveskedtek a közönségnek. A színvonalas előadást követően a Duma Színház tagjai Bruti szórakoztatta a stand-up műfajt kedvelőket. A szombati nap fénypontját az Anima Sound System fellépése jelentette. A fiatalok között nagy népszerűségnek örvendő zenekar Szombathelyen alakult 1993-ban, tehát közel két évtizedes múlttal büszkélkedhet. Elsősorban zenerajongók vagyunk, és már 80-as években is próbálkoztunk hasonló zenei dolgokkal, és hogy a stílusra utaltál, hát igazából nem nagyon tudom, hogy milyen az Anima stílusa. Mert annyi minden stílusba kaptunk már bele, annyi mániánk van, amit szeretnénk megvalósítani Anima név alatt is, sok-sok mindent, meg Animán kívül is, hogy mindig ahhoz nyúlunk éppen, amihez nagy kedvünk van, és most éppen popdalokat van kedvünk írni az Animában,
egyéb tévejéseinket és perverziónkat meg kiéljük más projektekben és más szintéren. DJ-zünk is, ott például jóval keményebb technót játszunk. Most az Anima koncerteken, és hál' Istennek egyre több helyen a régi dalainkat, meg az új, a tizedik Tedd a napfénybe a Számba című albumról játszunk dalokat. És ezek ilyen daldalok, tehát ilyen verse-refrénes dalok. Úgy érzem, hogy ez áll jól most a zenekarnak. Azt gondolom, hogy minden zenekarnak fontos az, hogy megfogja a rajongókat, azaz valami egyediben rukkoljon ki. De mennyire figyeltek arra, hogy minél egyedibb legyen a zenekar, illetve mennyire követitek az aktuális stílusokat? Hát a zenerajongásunkból következik, hogy persze, hogy követjük. Az Anima meg azt gondolom, és ez persze a legviccesebb az én számból hallani, de hát van egy sajátos animás stílus, ami azért a koncerteken meg a lemezeken egyből felismerhető. És az, hogy ki mennyire követi a trendeket, vagy a stílusirányzatokat, szerintem ez egy alapkövetelmény. Tehát pontosan, hogyha valaki nagyon-nagyon ismeri a dolgokat, meg ami körülötte zajlik a világban, pont azért tud saját hangot kialakítani, mert hogy a mindent ismer és mindent szeret, hiszen nincsen rossz stílus, csak rossz zenék, akkor meg tudja csinálni a saját dolgát, ami egyedi, meg sajátos, meg unikális. Bízom ebben. Mi az, amit a legfontosabbnak tartasz az elmúlt két évtizedből kiemelni, ami véleményed szerint a legnagyobb eredmény, amit elért a zenekar? Nem gondolkodunk eredményekben, tök jó, hogy külföldön játszhatunk, egy hónapja jöttünk meg Londonból, az elmúlt 4 hétben játszottunk 3-szor Erdélyben, ami különösen szeretünk. Nincsen kis koncert, nincsen nagy fesztivál, mindegyik koncert egyformán fontos. Tehát, hogy most itt játszunk egy fürdőhelyen Mezőkövesden, az nekem legalább annyira fontos, mint hogy mondjuk másfél hónapja játszottunk London egyik legjobb klubjában. A közönség az mindenhol egyforma, mindig kíváncsi arra, hogy megmozgassák, az, hogy kapjon valami hatás vagy egy élményt, és ez egyértelmű, hogy ez sosem keverhető össze, mert mi vagyunk azok, akik az élményt adjuk, és nem lehet önzőzni, hogy kiválasztasz egy-egy eredményt, vagy egy-egy díjat, vagy egy-egy fesztivál meghívást, mindig az éppen aktuális koncert a legfontosabb. Az együttes széles repertoárral készült a Zsúri Fesztiválra. Az új Anima program az a régi Anima slágerek, hogyha ez nem hangozna ennyire hülyén, ezekből, meg az új Tedd a napfénybe a Számba című albumunkról a számunkra legkedvesebb dalok. De hát fel fog csendülni majd a Marihuána csacsacsától a 68-ig, a Csinálj gyerekettől a Még-mégig, tehát játszunk olyan számokat, amiket az emberek rádiókból vagy klippekből ismerhetnek az elmúlt 15 évben. És végezetül a közeljövőben hogyan fog alakulni majd az együttes programja? Készültök esetleg új lemezzel, vagy koncerteken? Egy picikét elvesztettem a hitemet az elmúlt 20 évben folyamatosan a lemez kiadásban. A lemez kiadók meglehetősen korlátolt hozzáállása miatt nagyon drága termékeket sóznak rá a pénz nélküli emberekre, ez semmiképpen sem helyes. Dalok írásával foglalkozunk, nem is albumokra gondolunk. A múlt héten is csináltunk egy új dalt, ez egy alapítványi dal, ami ismert magyar előadókat vegyít és tömörít, és ez egy foci dal lesz, mert óriási foci őrültek vagyunk, aztán csináltunk egy foci dalt, aminek augusztusban forgatjuk majd a klipjét. Régi nagy magyar foci sztárok is szerepelni fognak benne. És ez a most a következő terv, meg hát, hogy igazából nyár végéig fesztiválozunk, ami majd augusztus végén a SZIN Szegedi Ifjúsági Napok és augusztus 27-én zárul a nyári turné, az meg a Félszigeten, Marosvásárhelyen, ahol most az elmúlt egy-két hónapban többször is jártunk, mert imádunk Erdélyben koncertezni. És aztán majd ősszel indul az új turné, az őszi turné, megyünk jobbra-balra, külföldre és itthoni klubokba, meg remélem, hogy ide is jövünk majd minél hamarabb újra. A zenekar több mint egy órás fergeteges hangulatú koncertet adott a fürdőben. Érdekel, honnan jöttél? Isten hozott nálunk, testvér! Gyere, parancs! Na, gyere, parancs! Na, gyere, parancs! Gyere, parancs, big beast! Ó, vagyok, olyan felhőként! A Zsúri Fesztivál zárónapján fúvós és mazsorett csoportok előadását, valamint a mazsorett szépe választás indulóinak bemutatkozását nézhették meg a Zsúri Gyógy és Strandfürdő látogatói.
Múlt heti kérdésünkre, mely így hangzott. Ön szerint fontos szerepet töltenek be a polgárőrök a közbiztonság megelőzésének területén? Válaszadóink 80%-a voksolt igennel. E heti kérdésünk a következő. Ön ellátogatott már a teljes egészében megújult zsúrifürdőbe? Válaszaikat a szokásos módon levélben, illetve e-mailben küldhetik el szerkesztőségünkbe. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket!